visszalátó is elvárt célok egybeesnek a hazai célokra, magyar mikro, kis és középvállalkozások nemzetközi megjelenését, technológiai és innovációs együttműködését segítjük a hálózat által. Ez az eszköz a maga az óriási network. És ebben követi kezdeményezésünk is ez a büszkeségünk, alapvetően egy új vonal, olyannyira, hogy az éves konferencián most Vilniusban az Európai Bizottság által is feltarolt és méltatott kezdeményezésként lesz bemutatva, ami azt gondolom, hogy a magyar enterprise-ok network történetében egy egyedülálló dolog, ezzel is bizonyítva azt, hogy mennyire újszerű, ám ugyanakkor egy nagyon egyszerűen, ha úgy tetszik, zseniális az ötlet, amely nem szól másról, mint arról, hogy a mi szolgáltatásainkat nem csak a mi kollégáink próbálják terjeszteni és elmondani KKV részére, hanem megkértük, hogy tegyék meg ezt cégeink, amelyek megelégedettek, úgy gondolom, megelégedettek a szolgáltatásainkat, hiszen eredmény, üzletet, technológiai együttműködést, előre mutató megoldásokat tudtunk nyújtani a hálózat segítségével, és a legjobban, ahogy gyerek a gyerektől, cég a cégtől tanul, ezért nagy büszkeségünk az, hogy igazából hezitálás nélkül fogadták el a követeink ezt a felkérést, hiszen ez legyen mindenki számára tiszta, és ezért államtitkár úr részéről és részemről is nagy köszönet jár. Ez nekik plusz fáradtság, erőn felüli munka, amely szolgáltatást nem tudunk nyújtani, viszont ha úgy tetszik, ők is egy misszió keretében folytatják azt a munkát, hogy példát mutatva más KKV-knak törik az utat, hiszen az, hogy nemzetközi együttműködés, az, hogy nemzetközi piacokra való evezés, ez idő, pénz és energiát igényel a cégektől, és azon cégeket keresünk, és azon cégeket jól segíteni, akik ezt értik, áldoznak időt, energiát ezzel a munkára, és középtávon megéri nekik, hiszen jönnek az eredmények. Hogy mennyire pozitív a példa, azt még azzal is szeretnénk megerősíteni, hogy német, osztrák, francia kollégáink szeretnék megtanulni az egyszerű rendszerünket, és bevezetni az ő konzorciumokban, tovább megy a konzorcium, naikban, többes számban, hiszen Magyarország természetadottsága révén egy konzorciumot alkot, de vannak országok, amelyek a versenyben ugye megelőznek minket mennyiségben. De ahogy Ámpiter is mondta, összességében arra is büszkék vagyunk, hogy tizedikként kiválóan szerepeltünk, ha olimpiai összehasonlítással szabad élnem, gyakorlatilag az első 10-ben vagyunk, és hogyha a per capita nézzük, akkor én azt gondolom, még talán az első helyek egyike is megszerezhető. Egyértelmű, hogy a jó példák alapján más tevékenységet is jövőben folytatni szeretnénk. Jövőre indul a következő 7 éves periódusra való pályázati felkészülés, amelyre a konzorcium felkészült, pályázni szeretnénk, és azon belül ezt természetesen ezt a kiemelt kezdeményezésünket is megtartjuk, és ha kell, ha lehet, akkor bővítjük is. Úgyhogy én is csatlakoznék ahhoz a sok köszönethez, amely elhangzott már. Eljut hozzánk annak a híre, hogy milyen fórumokon terjesztik követeink a szolgáltatásainkat, a jó hírünket. Előre is köszönet, amit tudok ehhez ígérni azt, hogy mi jövőben is megpróbáljuk ezt megszolgálni, és önökhöz hasonlóan potenciális jó KKV-knak még több segítséget nyújtsunk.